amit a kedves hozzátartozók nagyon eleményesen kitaláltak, és akkor itt mindjárt volt is ugye egy ekkora részünk, kábítószer, gyógyszer, SIM-kártya, bármi tiltott tárgy. Megpróbálták, de természetesen, mivel röntgenes vizsgálat van, és mindenféle átnézés kollégáink kiszúrták, megtalálták. Megtelt érdeklődő diákokkal a Szekszárdi Béla tér, akik mind a Büntetés Végrehajtási Intézet szakmai napjára érkeztek. Itt többek között megtudhatták, milyen tárgyakat szabad bevinni a börtönbe, és milyen eszközöket próbáltak a fogvatartottak hozzátartozói becsempészni a rabokhoz, ám a röntgenes vizsgálat lelepezte őket, így a törvénytelen eszközök nem jutottak be a rabokhoz. Nem sok minden újdonságot láttam igazából, mert mindent ismertem, csak ezeket a lobó technikákat nem. Hogy csaljam be a rokonoknak a cuccokat, ezeket nem tudtam, hogy kell. A Csapó Dániel szakközépiskola és a Szekszárdi Szakképzési Centrum tanulói azt is megtudhatták, hogyan folyik az élet a börtön falain belül, kipróbálták, megnézték belülről a rabszállító járműveket, és azt is megtapasztalhatták, milyen érzés, ha össze van bilincselve a kezük. Megismerkedtek továbbá a börtönfegyverekkel is. A rendezvénynek a célja kettős. Egyrészt ebben a formában szeretnénk megmutatni a civil társadalom és a lakosság felé, hogy a büntetés végrehajtási szervezet a közrend, közbiztonság fenntartásához úgy járul hozzá, hogy a fogvatartottakat izolálja. Másrészt a helyszínen toborzási tevékenységet is folytatunk. A Tolna megyei Büntetés Végrehajtási Intézet többek között azért rendezte meg ezt a szakmai napot, hogy bemutassa, népszerűsítse a börtön falain belül végzett munkát, annak érdekében, hogy minél többen választák ezt a pályát. Több mint 200 rendészeti képzésen résztvevő tanuló jelent meg a szakmai bemutatón.